Köszöntöm kedves nézőinket, ez az Eszterházi Körkép a legfrissebb egyetemi aktualitásokkal. Lássuk, mi minden történt az elmúlt napokban. Tudomány hónapja, mintegy 40 rendezvénnyel készül az egyetem. Kézilabdás együttműködés, életpályamodellt kínál a fiatal tehetségeknek az egyetem és a Dunakanyar Kézilabda Akadémia. Kolivin, jelmezesek az Almagyarban. Már is jövünk a részletekkel, maradjanak velünk! Újabb együttműködésről, a Tudomány hónapjához kapcsolódó egyetemi rendezvényekről és a VMI kiállításról szólt a novemberi egyetemi sajtótájékoztató. A meglévő kínai intézményi kapcsolatok bővítése, azok erősítése volt a célja az egyetemi delegáció októberi kínai látogatásának. A novemberi egyetemi sajtótájékoztatón dr. Liptai Kálmán rektor a tapasztalatokat összegezve kiemelte, 4 egyetemmel is felvették a kapcsolatot, 11 napot töltöttek Kínában. Most már nem kétséges, hogy ebben a formában tovább működhet az egyetem, hiszen a Magyar Akkreditációs Bizottság pozitívan értékelte látogatása alkalmával az intézményben folyó munkát, tette hozzá a rektor. Úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos, amikor az embert megmérik, és azt gondoljuk, hogy fontos, amikor kívülről mérik meg. Ez egy visszatükröződés, amikor a Magyar Akkreditációs Bizottság úgy dönt, hogy meg kell vizsgálni egy egyetemet, akkor mindenki aggódik. Hiába van belefektetett munka, akkor is úgy gondoljuk, hogy izgalom van, hogy merre tovább, tényleg mennyi hibát fognak találni, és hogy nagyon-nagyon pozitív visszajelzést kaptunk. Úgy gondoljuk, hogy tényleg egy meghatározó egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, visszajelezték, hogy egy csomó jó dolgot csinálunk, nagyon lelkes kollégákkal, nagyon jó csapattal és olyan diákokkal, akik nagyon-nagyon rajonganak az egyetemért. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon-nagyon fontos. És miközben dolgoztunk, előjöttek olyan dolgok, amikre mi is csak rácsodálkoztunk, mert hogy nem volt a filozófiában, hogy így építsük, de amikor a statisztikákat összeraktuk, akkor észrevettük, hogy nálunk körülbelül annyi hölgy dolgozik, mint férfi, nálunk körülbelül annyi hölgyvezető van, mint férfi vezető, hogy a korosztályok azokat matematikusoknak sokat mond, de egy Gauss-görbe eloszlást mutatnak, tehát hogy tényleg megvan az utánpótlás, megvannak az érett kollégák, megvan a derékhad, tehát hogy nem görbe szerint, meg statisztika szerint építünk egyetemet, de valahogy így alakult, és amikor megláttuk ezeket a görbéket, akkor mi magunk csodálkoztuk, hogyha a MAB észre se veszi, akkor is azt mondjuk, hogy ez nagyon-nagyon jó. A november akkor ismét tudományünnepe. A hónap harmadik napját az országgyűlés a Magyar Tudományünnepévé nyilvánította 2003-ban, így azóta a tudományos programokkal hozzák közelebb a látogatókhoz az egyes tudományterületeket. Az Eszterházy Károly Egyetem több mint 40 programmal készül ez évben. Az értékteremtő tudomány jegyében fogalmazott dr. Juhász Tibor rektorhelyettes az intézményi tájékoztatón. Idén kiemelt program lesz a manapság sokat boncolgatott klímaváltozáshoz kapcsolódó, az éghajlatváltozásról szélsőségek nélkül című esemény. Egy kerekasztal beszélgetés lesz, Ürge Forslac Diana professzorasszony vendégeskedésével, és hát rajta kívül még az Eszterházy Károly Egyetem kutató szakemberei fognak a tudományosság talaján maradva erről a napjainkban sok vitát gerjesztő témáról beszélgetni. Dr. Sárkány Péter és Vargáné dr. Balog Judit egyetemünk 2 nemrégiben kinevezett egyetemi tanára is tart majd tudományos előadást. A Tittelpál könyvtárban pedig egy hiánypótló kezdeményezésre hívták fel a figyelmet. Mivel a gimnáziumban általában nincs idő a kortárs magyar irodalomig eljutni, sokak számára hasznos tudományos szimpóziumot hirdetett a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna dékán kiemelte, maga Pintér Béla is elfogadta a szervezők meghívását. Szó esett a Vizuális Művészeti Intézet új kezdeményezéséről. Ostoros önkormányzatával együttműködve a felújított Rédei Miklós közösségi házban szerveznek kiállítás sorozatot. A kezdeményezés célja a képzőművészeti tanszéken készült művek bemutatása a közönségnek. Felújították a Rédei Miklós közösségi házat, és hát fölmerült az igény, hogy a falakon legyen valami minőségi dolog, és Balog Zsóka régóta ismeri a Suba Hajnalt, aki itt tanított, annó, nem tudom mikor, és ő ott a művöldés szervező. És hát az az ötletük támadt, hogy havonta a hallgatók munkáiból csinálunk egy kiállítást, kapcsolódó rendezvényekkel, például tárlatvezetéssel, beszélgetéssel, a művészekkel, stb. És akkor erre lesz egy ilyen együttműködési megállapodás, havonta cserélődik az anyag.
Több évtizedes hagyománya van már a kézilabda sportnak egyetemünkön, ez idő alatt pedig számos szép sikert ért el a csapat. A klub nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre is, ennek jegyében született most együttműködés a Dunakanyar Kézilabda Akadémiával. Az akadémia 2016. szeptemberében alakult azzal a céllal, hogy egyfajta elitképzést biztosítson. A korosztályos és a felnőtt válogatottak, valamint az NB1 felé terelve a legtehetségesebb fiatalokat. Kisner Erika az akadémia elnöke kiemelte, a sport mellett legalább akkora hangsúlyt fektetnek munkájuk során a színvonalas oktatásra, ebben számítanak az Eszterházy Károly Egyetemre is. Úgy fog működni, hogy nálunk ugye most jelenleg 3 bentlakásos évfolyam van, és akik kezdték az akadémiát, ők jövőre, a többségük jövőre fog végezni, és már tavasszal lesz egy edzőmérkőzés, és egy egyetemi bemutató a részükre. Itt már tavasszal látják azt, hogy itt milyen képzés folyik, milyen szakokra lehet itt jelentkezni, és lesz egy gondolatébresztő ez számukra, illetve az edzőmérkőzésnek kézilabda szakmai érdekei lesznek. Magyarország észak-keleti régióját öleli fel az akadémia munkája, az egyetem pedig remek stratégiai partner lesz a közös munkában, hangzott el a tájékoztatón. Egy teljes életpálya modellt igyekeznek nyújtani a fiatal tehetségeknek, fogalmazott Németh András, a Váci Női Kézilabda Sport Egyesület szakmai igazgatója. Mi nagyon szeretnénk azt bemutatni a gyerekeinknek, hogy nem csak abban gondolkozunk, hogy élsportolókat nevelünk, hanem tényleg embereket nevelünk az életre, neveljük őket, és ez feltétlen az kell, hogy több lábon álljanak. Az akadémián folyó munkába is betekintést engedtek a vendégek, kiderült, korosztályonként körülbelül 20 fiatallal foglalkoznak, közülük néhányan aztán az élvonalban folytathatják karrierjüket. A közös munka része lesz egyébként, hogy az egyetem ajánlani fogja az akadémiát a kézilabdás tehetségeknek, az akadémián végzett sportolók számára pedig az Eszterházy Károly Egyetem biztosíthat a sportolói karrier mellett továbbtanulási lehetőséget. 2003 óta november 3-a a Magyar Tudomány ünnepe. A programsorozathoz idén is csatlakozott az Eszterházy Károly Egyetem. November 11-én indul el nálunk a program az ünnepi megnyitó üléssel, melyet mintegy 40 rendezvény követ még a hónapban. A részletekről dr. Juhász Tibor rektor helyettes urat kérdezem, köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm én is a nézőket. Hát ha már a felkomban elmondtam, akkor kezdjük ezzel a megnyitó üléssel, mire számíthatnak azok, akik ellátogatnak rá. Ezelőtt elmondanám, hogy a helyzet ennél sokkal jobb, hiszen már a megnyitó előtt is vannak programok az egyetemen a tudományünnepe jegyében. Ennek az az oka egyébként, hogy a megnyitónak van egy protokoláris vonatkozása is, tehát ugye először a Magyar Tudományos Akadémia szervez egy országos megnyitót, az november 4-én, tehát a hétfői napon már megtörtént a Pannon Egyetemen Veszprémben. Utána jönnek a területi bizottságok, tehát a Magyar Tudományos Akadémiának a területi bizottságai, és ugye mi a Miskolci Területi Bizottsághoz tartozunk, és a területi bizottságnak a megnyitója fog holnapi napon történni, azaz csütörtökön, és hát ezután következhetnek az intézményi megnyitók, ezért tolódott a miénk hétfőre. De hát a kollégáim annyira lelkesek, és annyira sok programok kínáltak, hogy a programok a tudomány ünnepe jegyében már a héten elkezdődtek, tehát a megnyitó előtt is van program, és ugyanez a furcsaság majd a zárásnál is meg fog jelenni, hogy a záró rendezvény sem az utolsó lesz, az a lényeg, hogy a november 4 és 30 közötti programok mind tudományünnepe programok. Akkor a megnyitóra rátérve, ugye a megnyitón köszöntők fognak legelőször is elhangzani, rektor úr, illetve Rósz András professzor úr, előbb említett Miskolci Akadémiai Bizottságnak az elnöke fogja köszönteni a megjelenteket. A következő napi rendi pont az új nemzeti kiválóság program keretében ösztöndíjat nyert hallgatóinknak, illetve oktatóinknak a köszöntése lesz, hát gyakorlatilag ők az ösztöndíj szerződésüket most ilyen ünnepélyes formában, egy rektori kézfogással kísérve fogják megkapni. Úgy gondoljuk, hogy ez egy, tehát ez így a ütemezést tekintve, tehát az idő ütemezést tekintve is ilyenkorra jön ki, hogy ezek a szerződések elkészülnek, és hát ennek szebb időpontot, mint a tudományünnepi megnyitó, nem igen lehetne találni. És hát van egy olyan hagyomány is itt az intézményünkben, hogy akik
az adott évben MTA doktori fokozatot szereznek, illetve egyetemi tanári kinevezést kapnak, itt ugye lehet és vagy kapcsolat is a kettő között. Őket kérjük föl, hogy a megnyitó ünnepségen tartsanak előadást, és hát hála a dolgos kollégáknak és az isteni gondviselésnek, minden évben vannak ilyen kollégák. Most Vargáné Balogh Judit professzorasszony, illetve Sárkány Péter professzor úr, akik az egyetemi tanári kinevezésüket most augusztus végén vehették át, és ők fogják a kutatási területeiket dióhéjban bemutatni. Tehát történelemtudományok területén belül, illetve a filozófia és szociálpedagógia, egészen pontosan ez a Sárkány Péter professzor előadásának a címe, tehát ezeken a területeken fognak ezek az előadások zajlani. Most már itt belekóstoltunk a különböző tudományterületekbe, ugyanis erre szerettem volna rákérdezni, hogy a magyar tudományünnepe azért elég tág fogalom. Milyen tudományterületekkel csatlakozunk mi így intézményileg? Hát igazából minden évben vannak kiemelt témák, az idén például az éghajlatváltozás, most ezt azért tudtam kiemelni, mert ebben mi is szervezünk programot, de mindemellett még van vagy 8-10 ilyen kiemelt terület, de természetesen ugye egy intézmény minden olyan területen csatlakozik, amelyet ő művel. Tehát így ugye a mi intézményünknek 5 kara van, ezek nagyjából ugye szeparált tudományterületek, tehát azok a tudományterületek mind-mind megjelennek, amiket itt az Eszterházy Károly Egyetem oktatói, illetve kutatói művelnek. Tehát így lesznek olyan programok, agrártudományokkal kapcsolatosak, bölcsészettudományokon belül lesz akár a történelemtudományon belül, akár a filozófián belül, akár a dráma, ugye most a héten például pontosan a mai napon, amikor ez a beszélgetés zajlik, lesz egy drámával kapcsolatos tudományos szimpózium. Természettudományok meg fognak jelenni, azon belül biológia, kémia, fizika, akkor mit hagytam még ki? Pedagógia, neveléstudományok, pszichológia területein vannak programjaink, és még szerintem egykor hátra van, gazdasági tudomány és társadalomismereti kar is kínál programokat mind a két területen. Azt hozzá kell tenni, hogy ezek a programok ugye a műfajokat tekintve is ilyen sokszínűek, tehát a kerekasztal beszélgetéstől, a tudományos konferencián keresztül, a egyszerű tudományos előadáson át mindenféle műfaj megjelenik, könyvbemutató, akkor művészeti események is vannak, ugye ez két szempontból is érdekes. Az egyik az az, hogy ugye nekünk van egy nagyon fontos intézetünk, ahol ugye a művészet a fő csapás irány, a Vizuális Művészeti Intézet, mindemellett ugye az Énekzene Tanszék, akik ugye nagyon-nagyon fontos részei az egyetemnek, és bár ugye a tudomány hónapjáról beszélünk, mi itt, amikor a tudományról beszélünk az egyetemen, mindig a művészetekre is gondolunk. Tehát így a művészeink is úgymond adakoznak a tudomány oltárán. Lesznek például zongorakoncertek, négykezes, nem négykezes kiállítások, tehát mind-mind képzőművészeti kiállítások, illetve olyan kiállítások is lesznek, ez teljesen érdekes, amit nem a Vizuális Művészeti Intézet szervez, hanem például társadalomtudományokon belül egy bizonyos témában társadalommérnök címmel kiállítás lesz megtekinthető. Tehát akkor elég sok mindent választhatnak azok, akik érdeklődnek. Igen. Igazán sokrétű ez az egész programsorozat. Miért fontos, hogy a magyar tudomány ünnepén keretén belül így a tudományt is népszerűsítsük? Akár az egyetemen, akár itt a városban, akár országszerte. Hát ugye ez egyrészt egy megmutatkozás is, tehát ugye én úgy gondolom, hogy a tudós ember számára is nagyon fontos az, hogy azt, amit ő csinál, azt publikálhassa. Nyilván erre megvannak a megfelelő csatornák, ugye folyóiratok, konferenciák, stb. De fontos ez, hogy valahogy az érdeklődők számára is, tehát azok számára, akik ugye nem mozognak ebben a tudományos közegben, tehát ők maguk nem tudósok, csak egyszerűen érdeklődnek a tudományos eredmények iránt, neki az ő számukra is elérhetőek legyenek ezek az eredmények. Ez egy tipikusan jó alkalom arra, hogy egy kicsit megint kinyissuk a líceum, illetve nem is csak a líceum, hanem az összes épületünk, beleértve ebbe ugye a kampuszainkat is, az épületeink kapuit, és úgymond felhívjuk a figyelmét az érdeklődőknek arra, hogy most itt ilyen előadásokat lehet hallgatni. Egyébként ezek az előadások nem feltétlenül
nem feltétlen, tehát nem mindegyike olyan, ami széles körű közönséget szólít meg, tehát ugye nyilván egy tudományos konferencián általában azok vannak jelen, akik ugye azt a témát kutatják, és azok értik, hogy ott miről van szó, illetve ők mutatják be az eredményeiket, de nyilvános a rendezvény, tehát minden további nélkül bejöhet olyan is, aki ugyan nem szakértője a témának, de mindenképpen érdekli, hogy nagyjából mi folyik ott, meg mik most ebben az értelemben a releváns, vagy azon a tudományterületen a releváns eredmények. Tehát egyrészt a tudósok szempontjából is fontos ez, hogy elmondhatják az eredményeiket egy bizonyos plénum előtt. Másrészt az is fontos, hogy azok az emberek, akik nem tudománnyal foglalkoznak, hanem egészen másfajta tevékenységgel biztosítják a megélhetésüket. Lássák, hogy egyébként itt valóban munka folyik, és ennek van is eredménye. Említettük már a záró rendezvényt, beszéljünk egy picit erről, azon az, hogy fog zajlani, hogyan fogja, hát nem lezárni, mert ugye említettük, hogy még lesznek utána programok, de hogyan fog egy ilyen befejezést biztosítani ennek a programsorozatnak? Hát a záró rendezvénnyel kapcsolatosan is kialakult az intézményben egy hagyomány, tehát a nyitó rendezvény az mindig itt van a Líceum épületében, a záró rendezvény pedig mindig a Gyöngyösi Károly Róbert kampuszon, ezzel is felhívva a figyelmet, ugye, hogy az Eszterházy Károly Egyetem az nem csak Egerben létezik. És a záró rendezvény az Gyöngyösön lesz november 20-án, ha jól emlékszem, de még mielőtt ellenőrizném magamban, hogy jó dátumot mondtam-e vagy rosszat, hagyd mondjam el azt is, hogy egyébként az egyetem honlapjáról is elérhető ugye a komplett programsorozatot tartalmazó weboldal, ennek a közvetlen címe az mtu2019.uni/eszterházy.hu, nyilván végigékezetek nélkül, és hát ezen mind a több mint 40 program megtalálható, karonként, illetve kampuszonként csoportosítva, részletes leírással, időponttal. Tehát a gyöngyösi rendezvény emlékezeteim szerint a záró rendezvény november 20-án fog zajlani, és ott a fenntarthatóság a fő téma, ami szintén egy aktuális témakör, és hát minden, szinte mindegyik előadó emlékezetem szerint egyetemi tanár. Tehát színvonalas előadásokra számíthatunk. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és hát reméljük, hogy nagyon sokan választják majd ezeket a programokat. Bízom benne, én is köszönöm szépen. Bevezetni a hallgatókat a kortárs magyar irodalomba. Ezt tűzte ki célul a tudományos szimpózium, melynek középpontjában Pintér Béla drámaíró munkássága állt. Maga a drámaíró is elfogadta az alkalmazott kultúra és drámatudományi kutatócsoport meghívását. Az alkalmazott kultúra és drámatudományi kutatócsoport szervezésében jött létre az a tudományos szimpózium, melynek kiemelt szereplője Pintér Béla színész, zenész, drámaíró és rendező volt. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Egyetem bölcsészettudományi és művészeti karának dékánja elmondta, azért tartja fontosnak, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kortárs művekkel, mert sok esetben a középiskolákban már nem fér bele a tanulói keretek közé ez a korszak. Kortárs irodalommal nagyon keveset foglalkoznak a diákok, a középiskolában egyáltalán nincs rá idő, vagy nagyon kevesen jutnak el odáig, és a középiskolai tanárok közül nagyon sokan gondolják úgy, hogy nem értenek annyira a kortárs irodalomhoz, félnek hozzá. Hozzányúlni, félnek elkezdeni kortárs irodalmi műveket elemezni a diákokkal, hiszen ezt ők maguk se tanulták. Mi ezt szeretnénk pótolni azzal, hogy a mi diákjainknak adjunk egy kulcsot a kortárs irodalomhoz. Elsőként most a drámához fogunk ilyen kulcsot adni, mert hogy van egy alkalmazott kultúra és drámatudományi kutatócsoportunk, amiben ezzel foglalkozunk. A szimpózium során a hallgatók is szerepet kaptak. Azt mondták, fontosnak tartják, hogy ne csak a megszokott művekkel találkozzanak a diákok az iskolában, hanem kortárs művekkel is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak azokról a klasszikus drámaszövegekről beszélgessünk, amiket az iskolában esetleg megismernek a gyerekek. Teszem azt, Rómeó és Júlia, vagy a magyar drámák közül a Bánkbán, ami ugye nyilván mindenkinek egyből eszébe jut, hanem olyan kortárs szövegekkel is foglalkozzunk fiatalként egyaránt, amik még többet hozzá tudnak adni a mi irodalmi érdeklődési köreinkhez, még jobban fejleszteni tudják a perspektíváinkat, a világról alkotott elképzeléseinket, és ezek a szövegek azért nagyon fontosak, mert nagyban reflektálnak azokra a hétköznapi történésekre, azokra az anomáliákra, amikre talán sem a média, sem a társadalmi, minket körülvevő társadalmi közeg nem képes
alternatív választ nyújtani. Pintér Béla elmondta, számára is fontos, miként vélekednek a nézők az előadásairól. Hozzátette, az ehhez hasonló események is jó alkalmat nyújtanak arra, hogy a látogatók megismerhessék a művek megszületésének folyamatát. Azért tartom fontosnak ezeket az eseményeket, amikor a közönséggel találkozom, vagy találkozhatunk, mert számomra is nagyon fontos egy, hogy hogyan, miként vélekednek a nézők, a nézőink az előadásainkról, és az nézőknek is talán érdekes lehet az, hogy hogyan készülnek ezek az előadások, hogyan maradtunk fent tulajdonképpen már egy 20 éves távlatban, hogyan működik egy társulat, illetve hogy hogyan készül, hogyan írom, hogyan íródik adott esetben műhely munka formájában egy-egy ilyen újabb előadás, és hát nagy izgalommal állok az esemény előtt. Meglehetősen tág a közönségünk, különböző rétegekből jönnek hozzánk, és így az egyetemisták is hát nagyon nagy számban járnak az előadásaink. Hát konkrét számot nem tudok, de összességében hál' Istennek az egyetemisták körében is úgymond hát jó nevünk van. A tudományos szimpózium egy sorozat első állomása volt. A továbbiakban is tervezik a szervezők, hogy kortárs magyar írókat hívnak meg, hogy minél többen megismerjék munkájukat. Nyílt napot szerveznek az Eszterházi Gyakorlóiskolában. Arról, hogy milyen tagozatra várják a leendő diákokat, Báthori Gabriella igazgatóhelyettes asszonyt kérdezem. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm én is, és köszönöm azt is, hogy eljöhetek és elmondhatom ezeket a képzéseket. A november 19-én lesz az első nyílt napunk. Oda a kisgimnáziumi képzésre jelentkezőket várjuk nagy szeretettel, diákokat és szülőket egyaránt. Ugye a kisgimnáziumi képzésünk az már nagyon hosszú évekre nyúlik vissza. Ez a 6 évfolyamos képzés, tehát 6. osztályosokat várunk, akik úgy érzik 7-be, hogy már céljuk van az angol nyelvvel, a főiskolán egyetemen szeretnének tovább tanulni, és már most úgy gondolják, hogy egy tehetséggondozó osztályba járni az nagyon nagy előnyt jelent. Ez az egyik képzésünk, ez lesz 19-én, majd november 22-ére várjuk a 4 évfolyamos képzésünkre a jelentkezőket, ott is diákokat és szülőket egyaránt. Ott nagyon-nagyon sokfajta képzési kínálatunk van, arról majd beszélek részletesen. Milyen eredményeket érnek el például a kisgimnazisták? Hát nagyon nagy örömmel mondhatom, a kisgimnáziumi képzésünk, ugye, mint említettem, egy tehetséggondozó évfolyam. A tavalyi osztályunknak az érettségi átlag az 4,92 volt, ez azt hiszem, hogy mindent elmond. Minden diák nyelvvizsgával volt, aki több nyelvvizsgával, emelt szintű érettségivel került ki a kezeink közül. Ha jól tudom, akkor ide az egyetemre szintén nagyon sokan jöttek a gyakorlóiskolából. Milyen ott ennek az aránya? Tehát már akik oda jelentkeznek, azok céltudatosan tudják, hogy ide szeretnének jönni, vagy eleve erre telelgetik azért, hogy magunk felé húz a szívünk? Azt hiszem, hogy mind a kettő igaz. Tehát az is igaz, hogy vannak, akik akár a kisgimnáziumi, akár a 4 évfolyamos képzésünkre azért jönnek, mert már továbbtanulási célnak az Eszterházi Károly Egyetemet jelölik meg. De természetesen az egyetemmel való együttműködés keretében nagyon sok pályaválasztási tájékoztatót tartunk nekik, bemutatjuk azokat a képzéseket, amik itt az egyetemen vannak, és örömmel mondhatom, hogy tavaly is nagyon-nagyon sok diákunk nyert felvételt, a nappali tagozaton a legtöbb diák a középiskolák közül a gyakorló gimnáziumból került ki. Milyen képzések, milyen tagozatok várják azokat, akik ide szeretnének jelentkezni? Hát a 4 évfolyamos képzésünkön 5 tagozatot kínálunk. Lesz egy művészosztályunk, ez lesz az A osztály. Azért művészosztály, mert ugye itt 2 művész tagozat kerül egy osztályba, az ének tagozat és a rajz tagozat. Az ének tagozatot azt hiszem, hogy már nagyon-nagyon sokan ismerik a városba, hiszen nagyon híres a kamarakórusunk, és már nem úgy gondolom, nem csak városszerte. A rajz tagozatosaink pontosan ugyanilyen híresek, rengeteg kiállításuk van a városban, fantasztikus művésztanáraink vannak, akik tényleg a képzőművészet rejtelmeibe vezetik be a diákokat. Aztán a B osztályunk az az informatika és az általános tagozat. Ugye informatika tagozatra azokat a diákokat várjuk, aki már most tudja, hogy neki a továbbtanulási célja vagy a kedve az az informatika irányába visz. Ott az emelt informatika képzés mellett emelt matematika képzés is folyik. Aztán ennek az osztálynak a másik fele a normál tagozat,
Normál tagozatot azért indítunk évről évre, mert mindig vannak olyan diákok, akik nem tudják még azért nyolcadikba eldönteni, hogy ők mik szeretnének lenni. Tehát nekik azért van még két évük arra, hogy eldöntsék, hogy most mi lesz az irány, és akkor 11-be választhatnak fakultáció keretében továbbtanulási célt. És akkor ezen kívül van még az angol tagozatunk, ami szintén nagyon népszerű. Ugye ide természetesen azokat a diákokat várjuk, akik azért az idegen nyelvből szeretnének tovább tanulni, hogy fontosnak érzik a, kiemelten fontosnak érzik az idegen nyelvtanulást, és akár a kisgimnáziumi képzésen, akár a angol tagozatos képzésünkön azért az a jellemző, hogy 11. évfolyamon, 10. évfolyamon előrehozott érettségét, nyelvvizsgát szereznek a diákjaink. Milyen programok, milyen órák várják azokat, akik ellátogatnak a nyílt napokra? Mindkét nyílt napunkon, tehát a november 19-én is, ugye, ami a kisgimnazistáknak hirdetünk meg, illetve a november 22-én is, ami a 4 évfolyamos gimnazistáknak hirdetünk meg, hasonló tematikájú napot szervezünk. Az első részében a napnak 10 órakor kezdődik mindkét napon a nyílt nap, akkor egy általános tájékoztatót kapnak a képzésről, mind a kisgimnáziumi képzésről, mind a 4 évfolyamos tagozatos képzésekről, utána pedig a szülők és a diákok nyitott tanterem foglalkozásokon vehetnek részt. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor egy folyosót megnyitunk teljes egészébe a látogatók előtt, nyitva lesznek a tantermek, be lehet kapcsolódni az órákba, magyar, történelem, angol, ének, rajz, informatika, természettudományos órákba pillanthatnak be az érdeklődők. Említette itt a válaszában, hogy nem csak a diákokat, hanem a szülőket is várják. Lesz-e nekik esetleg valami külön tájékoztató? Így van, lesz nekik is külön tájékoztató, illetve bármilyen kérdésükre nagyon szívesen válaszolunk. Bemutatjuk például a leendő osztályfőnököt, ami azt gondolom, hogy a szülőnek nagyon fontos. Ezt mindenki tudja, aki volt diák valaha, hogy az osztályfőnök személye nagyon meghatározó a diákok szempontjából, hogy hogy érzik magukat az iskolában, meg a jövőjük szempontjából is. Ezért fontosnak tartottuk azt, hogy mutassuk be már a nyílt napon a leendő osztályfőnököket, hogy az érdeklődő szülők is tudjanak velük beszélgetni, már nekik tehetik fel a kérdéseiket, észrevételeiket, gondolataikat, úgyhogy ilyenkor megkezdődik igazából elég hamar egy párbeszéd a leendő szülők és a leendő osztályfőnök között. Elég fontos a tanár-diák kapcsolat, és ha már a tanároknál tartunk, akkor elmondhatjuk, hogy ugye a gyakorló iskola elsők között lett élménysuli. Mennyivel másabb így az oktatás, mennyivel másabbak így az órák? Azt gondolom, hogy a gyakorló iskola mindig élen járt abba, hogy az új módszertani dolgokat az új bevezesse. Ez az élménysuli, ez is egy hatalmas lehetőség volt az iskolának. Úgy is fogtuk fel a tanárok is, minden kollégám úgy fogta fel, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Már a neve is fantasztikus, hiszen ez a cél, hogy valóban élmény legyen az iskola. Minden kollégám a gimnáziumban is, általános iskolában is részt vettek képzéseken, az ezzel kapcsolatos képzéseken, tanultak olyan módszereket, magunk se hittük volna el, én is voltam ilyen képzésen, és én sem gondoltam, már annyifajta képzésen voltam, hogy nekem valami újat tudnak mutatni, és tudtak, úgyhogy tanultunk olyan módszereket, amiket aztán be tudtunk építeni a tanórákba, hogy még inkább tényleg élménnyé váljon az iskola, és hogy hűek maradjunk ehhez a névhez, hogy tényleg élménysuli legyünk. Hát nagyon sok gondolatot elmondtunk. Pontosan akkor mikor várják a nyílt napra a látogatókat? Tehát november 19-én a kisgimnáziumban jelentkező diákokat és szülőket várjuk nagy szeretettel, november 22-én pedig a 4 évfolyamos képzésünkre jelentkezőket várjuk nagy szeretettel. Ez egy elég tartalmas beszélgetés volt. Beszéltünk nagyon sok tagozatról, nagyon sok jó dologról, amit a gyakorló iskola tud nyújtani. Beszéljünk egy picit, azért mindig van az iskoláknak egy másik oldala is, a közösség. Milyen a közösség a gyakorló iskolában? Én azt hiszem, hogy fantasztikus. Tehát az Eszterház és életérzéssel nagyon hamar megismerkednek a mi diákjaink. Van, aki kis elsőskorában megismerkedik már vele, van, aki gimnazistaként csöppen bele, és pont ezért fontos azt hiszem az, hogy mennyien jönnek aztán utána az egyetemre, mert ha ezt az életérzést megtapasztalja a gimnáziumban, akkor szeretné ezt tovább folytatni. És hogy mit jelent ez az Eszterház és életérzés? Ez rögtön elkezdődik a gólyatáborral.
Tiszafüreden szervezzük a gólyatábort a gólyáknak, pont ott, ahol az egyetem szervezi, és mindig az egyetem előtt van a mi gólyatáborunk, Tiszafüreden. Ez is célzottan van így, hogy érezzék már a légkört. Ott vannak is, tehát az egyetemisták is besegítenek nekünk ebbe a szervezésbe, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik. Aztán éppen most szerveződik ugye a Gólya Hét, a Gólya Bál, ugye ahol a kilencedikesek megmutathatják magukat, hogy mennyire kovácsolódtak ennyi idő alatt össze egy kicsi kis műsorral. Ez egy nagyon vicces és humoros est szokott lenni, mindig nagyon-nagyon jól érzik magukat a diákok, tanárok egyaránt. Aztán vannak különböző közösségi programjaink, most nemrég lett véve a Halloween partinak, amit mindig a 11-esek szerveznek, hogy az angol munkaközösség érte a felelős, és egyre több diák választja azt, hogy beöltözik, és kifesti magát, és ilyenkor kiélhetik minden kreativitásukat a diákok, és ez fantasztikus látni. Nagyon-nagyon jó szervezés volt idén is. Aztán amire a 12-esek készülnek már nagyon, ugye az a hagyományos gombavatójuk, ugye már oda is műsorral készülnek. Majd tavasszal ugye a 11-eseké lesz ugye a diákigazgató választásé a szerep. Illetve amit nagyon fontos elmondani, hogy minden évben nagyon tartalmas programokat, osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások keretében szervezünk a diákoknak. Ezt lehet önkezdeményezéssel is, amikor a diákok maguk kérik, hogy valahova szeretnének elmenni, vagy az osztályfőnök szervezésébe, de olyan is van, hogy az iskola ajánlja fel, például, hogy megnézzük mondjuk az egyetemnek a gyöngyösi kampuszát, vagy a sárospataki kampuszát egy-egy kirándulás keretében. Vagy amit még el kell mondani, hogy önben szerencsénk van, ugye van azért egy parádi ökotáborunk is, ami nagyon-nagyon alkalmas helyszín arra, hogy ezeket a csapat összetartó tréningeket tartsunk az osztályoknak, hogy valóban összekovácsolódjanak, és el is mondhatom, hogy a ballagáskor azért sok sírás van abból, hogy ennek már itt egy kicsit vége. Hát nagyon jól hangzik mindez, reméljük, hogy nagyon sokan élnek majd a nyílt napok adta lehetőséggel, és köszönöm, hogy befáradt ide a stúdióba hozzánk. Én is köszönöm. Elutasított kollégiumi jelentkezési lap, madári esztő, bokor, de egy-egy sorozat feltűnőbb karaktereivel is találkozhattak az idei Kolivinre látogatók. Tökfaragás, székfoglaló, jelmez és táncverseny. Ezekkel a játékokkal várták a Kolivinre beöltözött hallgatókat. A Kolivin bizonyul a leglátogatottabb eseménynek a kollégiumunk szervezésében. Már harmadik alkalommal biztatták jelmezöltésre a kollégistákat a szervezők. Nagyon igényesen lett előkészítve az egész terem, és jó, sokan vagyunk, sok baráttal találkoztam. Úgy érzem, ez egy nagyon jól összeszedett este. Idén is a jól megszokott helyszínen találkozhattak a jelmezes hallgatók, az Almagyar Dombi Kollégium gondosan feldíszített tanulószobája adott otthont a színes programnak. Jövőre már máshol fogom a tanulmányaimat végezni, és úgy gondoltam, hogy egyszer van ilyen lehetőségem az életben, főleg, hogy utolsó évben vagyok csak kollégista, úgyhogy semmiképpen nem akartam kihagyni ezt a legnagyobb kolis eseményt az évben. A szervezők előre bejelentették, hogy belépni csak jelmezben lehetséges, így a hallgatók szabadon elengedhették fantáziájukat és kreativitásukat. Az öttagú zsűri az est folyamán azt is figyelte, hogyan szórakozik együtt például Darth Maul és Rey, Joker, a Tini Ninja Teknőcök és még sokan mások, ugyanis közülük választották ki a Kolivin jelmezverseny győztesét. Közhelyi a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, de ez most tényleg így van. Tehát fantasztikus, kidolgozottságú produkciókat láttunk, illetve olyan is volt, ami nem volt annyira kidolgozva, viszont fantasztikus ötlet volt mögötte. Tehát ezek között mondjuk nagyon nehéz volt dönteni. Ettől az évtől a kollégiumi bizottság és a Kometi már közösen szervezték meg az eseményt, nem csak kollégisták számára. Nagyon kreatív volt az egész csapat, és így teljesen jó volt az együttműködés, és így tudtunk valami olyat alkotni közösen, amit egyébként lehet, hogy így egyedül nem tudtunk volna. A bizottság gondoskodott a remek hangulatról, a körtársegítők pedig egy külön szobában várták a játékos kedvű hallgatókat. Szerettünk volna egy olyan rendezvényt nyújtani, ami nem csak a szórakozásról szól, hanem magáról az építésről is, akár személyiség, akár csapatépítésről is. Úgy érezzük, hogy a Kometi egy hatalmas segítség lehet így az egyetemistáknak, és ezért is szerettük volna, hogy benne legyenek a rendezvényünkben, mert igazán jól kiegészítjük egymást. Az idei Kolivin nagy sikert aratott, végig remek volt a hangulat, egészen hajnalig szórakoztak a résztvevők.
Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, ez volt az Eszterházi Körkép. Tartsanak velünk jövő héten is. További szép napot kívánok, viszontlátásra!